9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Beethoven örömódája. Idősebbek és fiatalok együtt éneklik el itt a Bakás téren. Ezzel indul az idősek és a zene közös ünnepeit Ferencvárosban. Mindenkiben megszólalt az a bizonyos dal a lelkéből, ahogy a költő is felidézte. Én nekem mindenképpen, hiszen ennél kellemesebb élményt, én nagyon sokszor énekeltem már a parlamenti kórusban Beethoven örömódáját, de ennél szebbnek még sosem hallottam, mint most, hiszen ennyi gyerektorokból egyszerre, ilyen lelkesen és szépen még sohasem sikerült. A tér minden irányából hallottam a hangokat, hiszen mindenki énekelt, idősek és gyermekek együtt. Ezek a világnapok, amikor egy-egy eseményt vagy gondolatot ünnepelünk, mint most az idősek világnapját, vagy a zene világnapját, arra valók, hogy megálljunk egy pillanatra, és egymásra figyeljünk. A önkormányzat, mikor az idősügyi koncepcióját elfogadta, akkor is ez a cél vezérelte, hogy szeretnénk, hogyha a generációk közötti hidak kiépülnének, megmaradnának, és használnánk őket, átmennénk rajta. Ti is gyerekek, minél többször elmennétek a nagyszülőkhöz, kérdeznétek őket, és önök is, kedves nagyszülők, minél többet tárgyalnának, beszélnének a gyermekekkel, megosztanák velük az élményeiket, hiszen így lesz folytonosság, így lesz az önök élete is, kellemesebb, és így tudjuk átadni a tapasztalatainkat,
az élet szépségeit a fiataloknak. Most megfogjuk a gyereket ismertetni a klasszikus zenének a szépségére, bevezetjük őket, hogy mi az, hogy vonós hangszer, megismertetjük a hangszereket, sőt, felhívjuk a színpadra, beülnek közénk esetleg, megtapogatják a hangszereket. Tehát a célunk az, hogy közelebb hozzuk őket, tehát megismertessük már ebben a korban a klasszikus zenének a szépségeivel, a hangszerekkel. Aztán majd kialakul nekik az idővel, hogy szeretik-e vagy nem. Ez egy másik hangszer. Az a neve, hogy brácsa, vagy hegedű. Az pedig... Cselló. Mi a közös ezekben a hangszerekben? Azt, hogy mindegyiket bonóval játszunk, ezért ezeket úgy hívjuk, hogy bonós hangszerek. Nehéz egyébként lekötni őket, hiszen ők még izegnek, mozognak, minden másra is figyelnek. Nagyon nehéz, de reméljük, hogy sikerül. Hát úgy állítjuk össze a műsort, úgy magyarázunk nekik, tehát nem valamivel az ő nyelvükön, megpróbálunk az ő nyelvükön hozzájuk szólni, hogy élvezzék is. Tehát a műsor nem olyan nehéz, befogadható. Most Mozart zenét játszunk, kicsi magyar zenét, Wernher Leó, kicsi Dvorzsák, tehát olyat, amit dallamos, és szeretik. Hegedű képes ám sok mindenre. Tud hangokat is utánozni, akár állatok hangját is. Én most a madárra gondoltam. Az idősek világnapja alkalmából ígérjetek meg nekem valamit. Ma, valamikor, lehet este is, mikor már elcsendesedtek és végig gondoljátok a napot, mindenki gondoljon a nagymamájára, nagypapájára, szomszéd idős nénire, és gondolja végig, hogy miben segíthetne neki. Jó, ez lenne a szándékunk, hogy ezen elgondolkodjatok, és hogy szeressétek az időseket. Na és nem utolsó sorban a zenét. Thank you.
Isten csapás! Megnyit már a mágnás, Miska is a bárgó. Miska nekem, inkább arról beszéljene, hogy meg lesz-e az esküvünk? Az is meg lesz. Na. Vagy veled, vagy Mázsa. Mázsa? Mázsa. Nagyon kérdezgetek ezek a kontesszek, hogy szeretem a gyerekeket. Azt hiszi? Én nem tudnék olyan kontessz lenni, mint azok? Hogy az én hajamat nem lehetne loknyizni? Na meg tudok dagolni is. Ollanékesen, hogy a grófoknak kiesne az ablaküveg a szemét. Jaj, miből lesz a cselepmagod? Magad is csak egy ordenári vagy. Nem addiga, tudok én finom is lenni a muszáj. Meglestem azokat a kontesszeket, megtanultam tőlük az úri lépést is, meg a kontesztácot. Ha akarja, megtanítom rá magát is. Na hát a rossz se vegye meg. Azt már igazán szeretnék látni. Hármat lépsz arra bé, miért ne tenni cikupli? Cimplán és finomad. Ennek formája van. Gardedok és gardedán, csöndes tánc is nevel. Ez hát a keszkesze. Milyen programokon vett részt a mai napon? Hát most csak a Bakács térén vettem részt, mert a Sebestyén Márta koncertje szinte ütközötte vele, ha nem értem volna ide, úgyhogy sajnos oda nem tudtam elmenni. És honnan tájékozódott arról, hogy ilyen színes programok lesznek ma? A Ferencvárosi Újságból. Hol hallottam több helyen is, a idősek klubjában, a Friss utcai idősek klubjában, a plakátokon olvastuk, és szerte, amerre jártunk, mindenfele megtalálkoztunk vele, úgyhogy nagyon érdekel bennünket. Klubba járok ebédezni, és a klub mondta, hogy itt lesz rendezvény, és ezért jöttem. Szerettünk volna eljönni ide a hangszerbemutatóra, de annyi édes kisgyerek jött, hogy úgy gondoltuk, hogy hát ez most az ő fórumuk, és akkor még kiültünk ide, mindenkinek tudjuk ajánlani, egy nagyon jó kis étterem működik itt a hátul a kempingbe, és ott nagyon aranyos kiszolgálásban volt részünk. Addig megebédeltünk, amíg a gyerekek itt hallgatták a zenét, és akkor utána jöttünk, most itt vagyunk a színházterem. Legalább ez jó alkalom volt, hogy barátnők együtt beszélgessenek egy picit. Így van, így van, így van. 87 éves vagyok, és hát boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy el tudtam jönni, és ha lesz ilyen, máskor is eljövünk. Most ismerkedünk a teremmel, mert hogy kellemes, világos, szellős, úgyhogy a rendes előadásokra is el fogunk tudni jönni. Azt mondják, hogy a gyerekek a leglelkesebb közönség, de szerintem ugyanez az idősebbekről is elmondható. Hát azt szokták mondani, hogy az operetta, hogy mondjam, a felnőttek meséje, tehát ilyen szempontból nyilván a felnőttek is be tudnak lelkesedni ugyanúgy, mint a gyerekek egy mesére. Meg hát az az igazság, hogy a fiatal korában az ember mindig valamikor szerelmes volt, valamikor járt táncolni bálba, és ezek az érzések jönnek vissza, és egy kicsit megfiatalodik ilyenkor, amikor operettet hall és lát. Nagyon sokféle fajta műsorotok, előadásotok van. Mi az, amivel konkrétan az idősebbeket célozzátok meg? Hát az ilyen operett műsorok, Mária Fionnagy operett például, vagy a Cigányprímás, vagy a
tavaly volt a Bob Herceg, akkor a Lili Bárónő, Csárdás királynő, Marica grófnő, most sorolom a hirtelen, ami az eszembe jut, vagy például a Kölcsönkért kastély című előadásunk, ami régi filmből lett átírva, vagy a Maga lesz a férjem című előadás, például itt Ferencvárosban is fogjuk játszani. Maga lesz a férjem, az egy régi magyar filmből átírt színpadi zenés játék. Ugyanúgy, mint minden évben nyugdíjas bérletünk is van itt a Ferencvárosi Művelési Központban, úgyhogy a nyugdíjasokat is várjuk három előadással. A szórólapokon meg lehet tekinteni, hogy milyen előadások ezek, és hogy pontosan mikor tekinthetők meg a színházban. Milyen programoknak körülne itt a kerületben, tehát milyen időseknek szóló programokon venne részt szívesen? Hát, a színháznak mindenképpen, és fogom figyelni a programokat. Zenés programok. Hát én elég sok mindennel szoktam részt venni, és én nagyon szeretem, és tényleg eléggé sokszínű és sok-sok programom. Nekünk van ide nyugdíjas bérletünk is, ami igazán nagyon megfelelő áron, és tényleg nagyon jó, hogy ez van. És milyen típusú programokra van egyébként, vagy lenne esetleg igény? Hát nézd, nem is tudom. Ami van, amit én kihasználom. Én járok a Patronába is minden hónapban a koncertekre. Úgyhogy én minden nevű vagyok, mindenféle zenét szeretnek, a komoly zenét is. Szombaton is megyek a Szent Vince templomba a koncertre. Úgyhogy én ezeket mindet szeretem, és mindet meghallgatom. Zene és idősek világnapja kapcsolódik össze a mai napon itt Ferencvárosban. Ehhez a tematikához önök hogyan kapcsolódtak? Hát igyekeztünk csemegét is választani, egy Mozartot, amit szerintem mindenki fel fog ismerni, úgyhogy lehet, hogy most el se árulom a címét. És a többi darab viszont magyar szerzőtől, például van egy Kodály Zoltán magyar rondónk, ami szintén szerintem ismerős lesz a kedves hallgatóknak, talán majd egy népdal kapcsán. Akkor Weiner Leótól a Divertimento, ez több tételes táncokat tartalmazó kismű, és Ligeti György régi magyar társas táncok című darabja, ahol érdekes régi dallamokkal találkozhatunk. Concerto Budapestnek nagyon széles a kínálata, nagyon sokfajta bérletünk van, megpróbálunk megcélozni minden korosztályt, szeretnénk nyitni a fiatalok felé is, főleg azért, mert hát ők a jövő, és nagyon szeretnénk, hogy nem csak most, hanem majd a jövőben is legyenek koncertlátogatók. Úgyhogy a bérleteink között vannak nagy koncertek, ilyen bérleteink a Richter bérlet és a Karajan bérlet, melyeket a Művészetek Palotájában tartunk, illetve a kicsiknek, a legkisebbeknek a Manó sorozatunk, a Manó koncertek szolgálnak élményekkel, ezeket nálunk a Concerto Budapest a zeneházában tartjuk ezeket a Manó koncerteket, és hát nagy a zsivaj, nagyon szeretik a gyerekek. A másik ifjúsági sorozatunk az a Dzsopatán és Gastonfield nevet viseli. Ez a sorozata a Magyar Nemzeti Múzeumban fut. Itt már ifjúsági korosztály, tehát családi és ifjúsági korosztályt célzunk be, és az idén a kötelező olvasmányok a téma mind zenében, mind irodalomban. Nagyon érdekesek. Thank you.
Egy nagyon kifejező, nagyon találó címet, a teljesség felé elnevezést viseli a Ferencvárosi Önkormányzat új idősügyi koncepciója, és hát ez a cím ugye elsősorban talán inkább egy belső útra utal, mégis az önkormányzat hogyan tudja ebben az útban segíteni az idősebbeket és akár a korábbi fiatalabb generációkat? Hát az első legfontosabb az, hogy egymásra találjanak, hogy fogják meg egymás kezét és segítsenek egymáson. Mind az ifjúságnak, mind az idősebb generációnak vannak olyan élményei és olyan sajátos, a saját életvitelihez kapcsolódó emlékei, illetve szokásai, feladatai, tevékenységei, amit a másikkal megosztva valószínűleg sokkal harmonikusabban tudják ezeket megoldani. Tehát az önkormányzatnak a legfontosabb szerepe az, hogy segítsen, hogy egymásra találjanak. Természetesen a nagymamák tudnak segíteni a fiatalokon, és a fiatalok is tudnak segíteni a nagymamákon. És ez a mai nap tulajdonképpen pont ezt szolgálta. És volt még egy közeg, ami ebben segített, hogy a zene. A zene szerintem mind a két korcsoportot egymáshoz tudja kötni. Mind a két korosztály úgy gondolom, hogy nagyon fogékony a zenére. És hát a zeneszárnyain szerintem ez a harmónia kialakulhat. Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.